Magyar Péter ennyire kétszínű legyen, és közben lázítja a népet. Nem, ez így nagyon nem. Ön készítette ezeket a hangfelvételeket? Én készítettem a hangfelvételeket. Ahogy Magyar Péter korábban ígérte, nemrégiben nyilvánosságra hozta azt a hangfelvételt, amit korábbi feleségével, Varga Judit volt igazságügyi miniszterrel készített egy családi beszélgetés során. Ebben Magyar Péter a kormányzatra terhelő információkat szeretett volna megtudni a Völner Sadül üggyel kapcsolatban. Erről kérdeztük a budapestieket. Az, amit jelenleg én gondolok, az nem bírja a nyomdafestéket. Az, hogy Magyar Péter ennyire kétszínű legyen, és közben lázítja a népet. Nem, ez így nagyon nem. Arról mit gondol, hogy a saját feleségével történt beszélgetést vette fel, amit később nyilvánosságra hozott? Szánalmas. Abszolút a Magyar Péterrel vagyok, abszolút. Arról mit gondol, hogy felvette a családi beszélgetést Magyar Péter, amit később nyilvánosságra hozott? Oka volt nyilván, mindenek oka van. Szerintem tud tőle, hogy a... hogy mondjam, úgy van erről látod, tehát tud tőle a felesége, milyen lelkiállapotban van, milyen lelkű ember, és egyszerűen próbálta előre védeni magát. Ez belefér egy házasságban, mit gondol? Nyilván fura a helyzet, hogy ezt tette, nem fér bele, azt mondom. Szégyellem magamat, hogy ilyen Magyarországon megtörténhet. Magyar Péter egy idióta, egy pszichopata, és nem lenne szabad ilyesmikkel foglalkozzon. Elítélem teljesen. Tűnjenek a francba. Vargának szurkolok, de... Ön szerint az milyen dolog, vagy hogy adja ki magát, vagy mit gondol arról, hogy Magyar Péter felvett egy családi beszélgetést? Attól lehet, hogy többet is azt nem tudjuk. És utána ezt nyilvánosságra hozta. Hát nem jó. Ez belefér egy házasságba? Nem. Akik a politika közelébe mocorognak, azok sajnos, vagy nem sajnos, nyilvánvaló, hogy a saját érdekeiket helyezik előnybe, és onnantól kezdve bármire képesek, akár még át is könyökölnek embereken. Itt most Magyar Péterre gondol, vagy Varga Juditra? Magyar Péterre. Ezt követően Varga Judit Hajdú Péternek adott egy hosszú, majdnem két órás interjút, amiben a többi között arról is beszélt, hogy volt férje, folyamatosan sakban tartotta, sőt, meg is félemlítette őt. Péter kijött egyébként a szobából, odament a konyhába, kivett egy kést, és elkezdett így járkálni egy késsel a kezében a házban. És emlékszem, hogy az édesanyámmal ott félünk, és lapulunk, hogy ebből mi lesz, és mi van, és a gyerekekkel mi lesz. Gondolom, hogy több olyan dolog is van az internetes hírportálokon, ami ezt találtam, azt, hogy valóban így volt. Uram, Magyar Péter egy jellemtelen senkiházi, úgyhogy nem érdemes róla szót váltani. Én Varga Juditnak a habitusát, az arcát látva nem nézem ki belőle ezt, hogy ezt eltűrte volna, megmondom őszintén. De hogyha így történt, akkor Magyar Péternek ön szerint, vagy egy olyan embernek, aki bántalmazó kapcsolatban a feleségével szemben, olyannak van helye a magyar politikában? Azt szerintem semmiképp, sőt, egyáltalán a nyilvánosságtól el kellene, hogy vonuljon.